220 egészségügyi dolgozó ünnepelhette választott hivatását, a segítő, gyógyító szolgálatot, amit az egészségügyben végeznek a komáromi emberekért. A Semmelweis napi ünnepséget a hálaszavai ihlették. Az önkormányzat ugyanis kötelességének érzi minden esztendőben a köszönetnyilvánítást, ezért kelt életre az alkalom, amit június 28-án a monostori erőd Dunai bástyájában tartottak meg ezúttal. A megjelent egészségügyi közösséget dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte. Jelen volt és a köszöntést folytatta dr. Kreft Horváth Loránd alpolgármester, dr. Mézesné dr. Lőrinci Enikő kórházigazgató, dr. Gordán Ildikó, a város egészségügyi alapellátási szolgálatának vezetője, valamint Kurdi Balázs, a komáromi mentőállomás vezetője. A városvezető beszélt a Semmelweis nap létrejöttének egykori szándékáról, a találkozásról, mely közösséget kovácsol az ünnepség létrejöttével, a városi egészségügyi intézmények helyzetéről, az egészségügyi közösségről, mely példaértékű munkát végez Komáromban, valamint a város által nyújtott támogatásról, ami a jövőben is garantált lesz. A polgármester felidézte a komáromi összefogással sikerre vitt Richter egészségnapot, hangsúlyozva, hogy az egészségügyi dolgozók helytállása akkor is kiemelkedő volt. Országos szinten is híre van annak, amit mi itt teszünk, akár egy ilyen rendezvénynek, akár annak az összefogásnak, ami a város egészségügyi rendszerét tekintve, de azt gondolom, hogy talán egyedülálló vagy példaértékű. És egy másik rendezvényen pedig az Állami Egészségügyi Ellátóközpontnak a főigazgatójával találkoztam, Gondos Miklós úrral, aki szintén egyébként már ezzel fogadott, nem ez a múlt héten volt, hogy hallja, hogy Komáromban milyen nagyszerű Semmelweis napi rendezvények szoktak lenni, és hogy bármikor, hogyha erre szükségét érezzük, akkor olyan szívesen eljön hozzánk, úgyhogy majd erre államtitkár asszonyt is ösztökélni fogjuk, meg a főigazgató urat is, hogy meglátogasson minket. Úgyhogy én még egyszer szeretném megköszönni nagy tisztelettel és sok szeretettel azt a lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú szolgálatot, munkát, amelyet valamennyien végeznek ebben az időszakban is, és hát azt kérem mindenkitől, meg a jó Istentől leginkább, hogy adjon sok-sok erőt, meg jó egészséget ahhoz, hogy ezt így tudjuk ennyire példaértékűen folytatni a későbbiekben is. Az alpolgármester arról beszélt, hogy az egészségügyi közösség szellemisége, odaadása rendkívüli. Bízik a rendszerben még akkor is, ha mint minden gépezetben vannak porszemek. A magyarországi egészségügyi munkatársak számára ugyanis a beteg az első. Komárom város egészségügyi alapellátási szolgálatának vezetője dr. Gordán Ildikó megköszönte az intézménynek nyújtott támogatást, valamint munkatársai számára is tolmácsolta az érzett megbecsülést. A kistérségi ügyeletben sokan erőn felül teljesítenek, ez a tény is nyilvánosságot kapott. Kurdi Balázs mentőállomás igazgató azt hozta szóba, hogy a városi Semmelweis napi ünnepség méltó a köszöntésre. Kulcsmondatként mindenkinek egészséget kívánt. A kórház főigazgatója Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről is szólt, kinek születésének 201. évfordulója teremtett alkalmat az idei ünneplésre. Beszélt az évforduló jelentőségéről, hiszen az orvos felfedezését pályatársai is tévútnak hitték. Eszméi azonban túlélték őt és bebizonyították örökérvényességüket. Ezáltal emberek millióinak életét mentette meg, ahogy ezt az egészségügyi dolgozók is teszik nap mint nap, elkötelezettséggel, odaadással. Mert ez nem megy másképp, csak is teljes odaadással, fogalmazott a főigazgató. Azért is van különös jelentősége ennek a mai napnak, mert nem csak az összetartozásról szól, nem csak a kiváló szakmai teljesítményekről szól, hanem arról is szól, hogy ennek van egy olyan üzenete, hogy igenis ennek csak együtt és együttes erővel van értelme, és mert csak így tudjuk a kórház létét, a Komárom városainak egészségét biztosítani magas színvonalon. És ebben mindenkinek külön-külön része van. Ezt nem lehet eléggé megköszönni, viszont azt kérném, hogy amikor arra gondolnak, hogy mennyit tettek le az asztalra, ne csak önmagukra figyeljenek, hanem figyeljenek oda társukra is, mert valóban csak együtt sikerül. És itt utalnék valóban polgármester úr szavára, hogy az összetartás minden nagyon fontosabb.
A beszédeket követően díjátadásokra került sor. Komárom város egészségügyi díjait az elmúlt júniusi testületi ülésen adták át. A Semmelweis díjba részesült két szakmabeli érdemeit, méltatását az egészségügyi munkatársak körében is felolvasta a polgármester. Szabó Gyuláné védőnőnek személyesen is gratulálhattak. Dr. Révész Katalin belgyógyász az eseményen nem tudott jelen lenni. Gazdára találtak az egészségügyi intézmények szakmai díjai is, így a kórház, az alapellátási szolgálat, valamint a mentősök köréből kiválasztottak és átvehették elismerésüket. A folytatásban a meghívott előadó Vince Lilla szórakoztatta a közösséget.